Hát, sziasztok, jó reggelt kívánok mindenkinek, és napszak szerint azoknak, akik majd később nézik meg a videóimat. A magyar nemzeti válogatott Európa bajnoki szereplése miatt a, a bajnokság az NBA egy, egy kicsit feltorlódik a végére. Már csak hat forduló van hátra, bár ha az ember belegondol, hogy, hogy két hónap múlva már, már nyár van, akkor tulajdonképpen nem is feltorlódott az ami, az, ami előttünk áll. A lényeg az, hogy most egy kétnapos forduló fog következni, szombat-vasárnap lesznek majd a mérkőzések a 28. fordulóban, és azt gondolom, hogy egy pár dolog már most eldőlt, annak ellenére, hogy természetesen le kell játszani a hátralévő mérkőzéseket. Nehezen tudnám elképzelni azt, hogy a Ferencvárostól Akár a Paks, akár a Fehérvár elvenni a bajnoki címet. A Fehérvár amúgy is 14 pontra van lemaradva a Fraditól, úgyhogy a Ferencvárosnak még egy mérkőzéssel kevesebbje van, tehát még le kell játszani a Diós Győr elleni meccsét. A egyetlen veszélyes csapat lehet a Ferencvárosra a Paks, amelyik produkálhat egy nyerő szériát, de aki látta a Paksnak az előző mérkőzését, az látja, hogy az az átütő erő, ami akár egy pár hónappal ezelőtt a Paksot jellemezte, az most nincsen meg. Mondjuk azt, hogy fáradtak, de reálisabban inkább azt lehet mondani, hogy nem nagyon akartak ők Magyarországon bajnokok lenni. Most ez a helyzet azt is magával hozza, hogy, hogy mind elől, mind pedig a, a, az MB1 hátsó régiójában, ahol a Kisvárda és a Mezőkövesd egész valószínűleg már meg kell barátkozzon a kieséssel, hiszen a Kisvárda ugye 21 ponton áll, a Mezőköves szintén, de az UTE KTE hozzájuk képest, hogy 13 pont előnyel van. Hát itt azért a játszadozás a pontokkal című nagy népi játék is bekövetkezhet, és én csak remélni tudom azt, hogy, hogy minden mérkőzésen teljesen becsületesen fognak játszani a csapatok. A 13 tehát a szombat kora délutáni 14.30-as Kisvárda Ute, tehát a szombat 14.30-as Kisvárda Ute meccsen, én ezt várom, hogy korrektő fognak játszani, hiszen ugye a Kisvárda az utolsó szalmaszálat kell, hogy megfogja, a, és ha az út ellen nyer, akkor ez az úgynevezett hat pontos mérkőzés, ez egész nyilvánvaló, hiszen akkor mondjuk nekik lesz 24, az útének marad 34, és akkor még mindig van 5 forduló, ahol esetleg be lehetne fogni az Újpestet, úgyhogy szerintem ez egy nagyon jó meccs lesz, és, és nagyon szoros mérkőzés lesz. Amennyiben persze a Fecskóféle féle csapat esetleg már úgy dönt, hogy ott a vezéregyénységek, akiknek a döntő többsége nem is magyar, úgy dönt, hogy már inkább a jövő fél évben rá vonatkozólag nézi majd a saját, saját, csapatát, akkor, akkor akár egy nagyobb arányú út egy győzelem is várható. De ha ez teljesen éles és teljesen, teljesen koncentrált mérkőzés lesz, akkor bizony itt egy, egy döntetlen körüli eredmény az, ami reálisan várható, akár egy kis Műzelem. Aztán ugye 17 órától következik a Debrecen kecskemét mérkőzés. Ugye ha megnézzük a táblázatot, akkor 39 pontja van a Debrecennek, tehát simán odaérhet még a, a dobogóra, mert héttel van előtte a Fehérvár, és a, a, a Kecskemét viszont lecsúszott az utéhez, 34 ponttal rendelkezik. Na most, mivel a Debrecenbe megy a kecskemét, én azért nehezen tudnám azt elképzelni, hogy a Debrecen ezt a meccset nem fogja behúzni. Ráadásul a kecskemétben most egészen meglepő módon ilyen fegyelmi probléma volt a, a szabóedző fiával, ami hát azért egy ritka ritka esemény, úgyhogy ezeket is meg kell nekik oldaniuk, szerintem egy szoros mérkőzésen, de én Debreceni győzelmet jósolok, még egyszer mondom, annál is inkább, mert a Debrecen szeretne azért a dobogó közelben, közelben, végezni, és szerintem mindent meg fog azért tenni, hogy ez, ez meg is történjen. És az esti meccs a Paks vár az tulajdonképpen a Magyar Bajnokságon belül egy rangadó, én azt hiszem, hogy a Fehérvár, ha a Zselek valamilyen koncentrált és jó trükköt ki tud találni a paks ellen, fel tudja törni a paksi támadó támadó sort, illetve még inkább a hátvéd sort. Ugye miért mondom azt, hogy fel tudja törni? Szó szerint kell érteni, ugye könyves és böde, és ö, egy nagyon erőszakos, erőteljes csatárok, azok közül az egyik biztos játszani fog, a skribek, meg ugye a, a hán, azok meg ilyen kisebb és gyorsabb játékosok, tehát valamit ki kell találni, hogy ez, ez a, ez a fantasztikus nyomás, amit tudnak gyakorolni, ez megtörjön. A elől viszont ö, nyilvánvalóan ott, ö, ott ö, nagy, nagy szerep hárul azokra, akik még maradtak a Fehérvárban a, a támadó szekcióban, a Stefanellinek, meg a Gradisárnak. Én nagyon remélem, hogy hogy itt a, a Fehérvár egy ügyes, ügyes támadó focivel előruppolva több gólt rúg, mint a Paks. Igazából, ha a Fehérvár ezt a meccset megnyeri, akkor ott lesz közvetlenül a Paks nyakában, hiszen 49 pontja lesz, a Paks pedig 50 nel fog rendelkezni. Amit elmondtam, az viszont az én reményem, ami a valóság, az az, hogy a Paks az otthonában ezt a meccset nagyjából döntetlenre szerintem be tudja húzni. Tehát én itt reálisan egy x körül eredményt várok. És aztán következik a vasárnap, amikor három érdekes mérkőzés következik. Hogy a 14 órától az MTK Diósgyőr. Ha az MTK valóban komolyan veszi azt, hogy ő szeretne dobó közelbe kerülni, akkor ezt a meccset meg kell nyernie. Akár szerencsés esetben fel tud kerülni a negyedik helyre már. Én nem látom azt, hogy a Diósgyőr hagyni fogja magát. Én azt gondolom, hogy ez is egy

eredmény lesz, akár még egy meglepetés Diós György győzelem is benne van a pakliban. A Diós György teljesen a középmezőnyben van a maga 36 pontjával, nem veszélyeztetve van, nincs veszélyeztetve a kiesése, de sajnos ugye a radankovics nem tudta stabilizálni azt a formát, ami ahogyan indultak. Ez nagyon reményteljes, nagyon jó kis indulás volt, de sajnos ez nem tudott folytatódni. Aztán 16.30-tól a sokak által vált Zalaegerszeg Ferencváros. Azt is mondhatom, hogy ha a Paks botlik, akkor a Fradi fel tudja az íra, pontot tenni. Ugye akkor már a Fradinak 61 pontja lehet, ha legyőzi az Zalaegerszeget. Én azt hiszem, hogy ez a lendület a Fradiban tartani fog tovább. Sokkal gyengébb csapat a Zalaegerszeg, annak ellenére jó formája van, annak ellenére gyengébb csapat, mint, mint volt ugye a Paks. És a Zalaegerszegnek a kontrafocia, hát az nem kell, hogy érvényesüljön. Tehát nem kell feltétlenül a Fradinak azt választania, hogy, hogy benyomja az Zalaegerszeget, és akkor kirugdossák a labdát. De az is elmondható, hogy azért Mance meg Proázi valószínűleg kevésbé tudja megforgatni Abenát meg Sziszét, Ugye ez, sem, ez is egy nagyon fontos tényező. Én legrosszabb esetben a Fradi szempontjából egy döntetlen látok, de inkább egy egy-két gólos Ferencvárosi győzelmet. Ez nem arról szól egyébként, hogy az Zalaegerszeg rosszul lenne felépítve, mert az egyik legjobban felépített csapat, ezt mondjuk meg őszintén, és az a játék, amit játszik, az, az egy egészen, egészen és pozitív játék az utóbbi fordulókban hanem egyszerűen csak arról van szó, hogy a Fradinak a játékos anyaga sokkal jobb, és amit mondtam, hogy, hogy egy, egy mancénak a, a sziszét meg a zabenát nehezebb megforgatni, mint mondjuk a, az utevédőket, vagy bármelyik más csapat védőit mondhatnám. És akkor ugye zárásként lesz az a meccs, amit szerintem nagyon kevesen fognak megnézni, és én itt vetem fel azt a dolgot, hogy én nagyon remélem, hogy a mezőkövesdő korrektül fog hozzáállni ehhez a mérkőzéshez, és nem az lesz, hogy akkor adjuk oda a puskásnak a három pontot, hanem egy valódi bajnoki mérkőzést fogunk látni. Ugye mezőköves puskás 1845-től, így is a puskás győzelmét lehet jósolni, és még egyszer mondom, remélem, hogy ez teljesen korrekt körülmények között fog történni. Úgyhogy ez lesz a 28. forduló a hétvége. Még egyszer elmondom, hogy hogy látom, hogy a Kisvárda, Kisvárda UTX, Debrecen KTE 1-es, Paks Fehérvár X, MTK Diós Győr X, Zalaegerszeg Ferencváros 2-es és Mezőköves Puskás 2-es. Nagyon köszönöm, hogy meghallgattál, ha tetszett nyomj egy lájkot, ha még jobban akkor iratkozz fel a csatornámra, és ha még jobban akkor arra kérek, hogy segítsd a munkámat a videó alatt A számla számon, vagy nyomd meg a szuper köszönet gombot, ez nem egy kávéra hívnál meg, hajrá Magyarország, hajrá Magyar Labdarúgás, a jó Isten áldjon hát meg mindenkit!